Az Istenek versenyének is nevezett Akropolis rallival folytatódott a rally világbajnokság. Hogy a görög istenek szeretik a rallit, az valószínű, hiszen idén már a 68. Akropolis rallit rendezték. Az viszont szinte biztos, hogy az utakat nem kedveli Zeus, mert minden eddiginél rosszabb szakaszok várták a mezőnyt Görögországban. Sokkoló volt látni a körülményeket, kemény hétvége lesz. Már a shakedown is nehéz volt, sok porral, amely megmaradt a levegőben, így pedig nem nagyon látjuk, merre megyünk. Egyetlen versenyző mosolygott csak, de ő sem a pályák miatt. Thierry Neuville jövő évi szerződését aznap jelentette be a Hyundai. Jó ilyen hírekre ébredni. Tudtam már egy ideje, de nagyon örülök, hogy még egy évet a Hyundai Motorsporttal versenyzek. 11 év után jön a 12. Jó ez nekem is, és jó a VRC-nek is, mert a Hyundai a következő szezonra is elkötelezte magát a világbajnokságra. Várom már. A pilóták veszőfutására nem sokat kellett várni. Elfyn Evans előbb kereket cserélt a pályán, aztán az összekötő szakaszon is szerelnie kellett. Nem tudom, mi lehet, nincs benne erő, és még nem tudjuk az okot. Neuville mosolya is hamar eltűnt, az autó már az első szakaszon néhol három hengerrel üzemelt, ami az útszéli szerelést követően javult egy kicsit. De elsőként végigmenni a pályán egy könnyebb murvás versenyen is sok időveszteséget jelent, Görögországban viszont kész büntetés. Nem csoda, hogy a belga csak 6. helyen állt. A takarítás szörnyű, az előző szakasz tragédia volt. Próbáltam kicsit jobban nyomni, hogy ne veszítsünk sok időt, a motor már jobban működött, de nem hibátlan, szóval sok időt veszítünk. Hogy a Ford sem maradjon ki a szerelésből, arról Gregoire Münster Pumája gondoskodott. A pilóta nem tudott üresbe váltani, ezt próbálta megjavítani, de a következő szakaszon már a kézifék is felmondta a szolgálatot. A csapattárs Adrien Formo is csak a 4. szakaszig jutott, neki nem a technikával, hanem egy sziklával gyűlt meg a baja. Semmi sem volt az itinerben, de a belső íven hevert egy szikla, amit elértünk. Eltörte a kormány összekötőt, és még néhány más alkatrész is sérült. Gondoltam, megcsináljuk és megyünk tovább, de nem tudtam kiszedni. Oké, akkor gondoltam, az a darab bent marad és szétszedem itt, de túl szoros, nem tudom meglazítani, fogalmam sincs, mit csináljak most. Nem sikerült a javítás, Formo kiállt. A verseny pedig ebben a mederben folytatódott. A kérdés csak az volt, hogy kinek lesz kevesebb defektje, technikai hibája, vagy egyszerűen csak bal szerencséje. A végére a három Hyundai maradt talpon, Ogier pedig a 2. helyen kezdte a Power Stage-et. A célig azonban nem jutott el, másfél kilométer után felborult, így a Hyundai 3-as győzelemnek örülhetett. Thierry Neuville nyert, Dani Sordo és Ott Tanak előtt, a 4. helyen pedig Sami Pajári ért célba egy Rally 2-es Toyotával. Kihívásokkal teli hétvége volt. Szombat reggel óta tudtuk, hogy nem hibázhatunk. Visszafogott ritmusban mentünk, és igen, követtük a tervünket a hétvégén, és ez kifizetődött. A világbajnokságon Neuville 192 ponttal vezet, Ott Tanak 158 ponttal második, Ogier pedig 154 ponttal a harmadik. A következő futamot Chilében rendezik, szeptember utolsó hétvégéjén.